Jó reggelt! Most hajnali 3 óra 50 perc van, és 3 óra 55-kor fog jönni a taxi. És egy 5 órás repülőút vár ránk, megyünk Gran Canariára, Kanári-szigetekre. 9 nap, 8 éjszakát fogunk ott tölteni. És most jön a nehéz feladat, fel kell ébreszteni a babát, és indulni. És nagyon remélem, hogy túl fogja élni ezt a kis kellemetlenséget, hogy most nagyon korán kellett neki kelnie, de talán majd a repülőn fog tudni aludni, vagy átlendül, és pörögni fog. Hát ez majd kiderül ott. Megyünk! Utazunk! Ez egy kis hős. Nagyon jól viselte idáig. Néma csendben a taxihoz. Ó, ez egy még kicsiké. Megérkeztünk a Gloria Hotel San Agustino Palazzo, azt hiszem, ez a neve. És hát akkor most becsekkolt, de mi nekünk azonnal ide kellett jönnünk, ugyanis Belecska megpillantotta a lényeget, a medencét. És ezt neki most mindenféleképpen meg kell néznie. Egyébként nagyon érdekes az időjárás, mert mikor megérkeztünk, akkor olyan, hát elkelt a kabát, felhős volt. Aztán, ahogy ide értünk az autóval, taxival, már így ragyogóan kisütött a nap, és ahol ott kitett minket a taxis, ott igazából még mindig éreztem, hogy hűvös van, de így érdekes módon ezen a felén a szállodának, mint hogy ott teljesen más évszak lenne. Tehát nyár, ott meg tényleg tavasz. Szóval valahogy így nagyon-nagyon változékony az idő. Hát remélem, hogy inkább ezt a nyarat fogjuk érezni. A napon nagyon meleg van egyébként árnyékban, és hogyha jönnek a felhők, akkor viszont majdnem, hogy egy kis pulóver is el kell. De ott ugye... De ahogy látom, ott meg igen pancs vannak a gyerekek a gyerekmedencében, és egyetlen nem tűnik úgy, mintha fáznának. Úgyhogy szerintem jó lesz. És már hív, hogy menjünk a medencéhez! Hát imádja a vizet! Igen, ezek nagy lépcsők, látod?
de miért is a Gran Canariát választottuk a Kanári-szigetek közül, meg eleve miért pont a Kanári-szigetekre esett most a választásunk idén télen? Hát ennek több oka is van. Először is nagyon-nagyon felmentek a repülőjegy árak, és ez tűnt még a legolcsóbb lehetőségnek. Másodszorban ugye bele kellett kalkulálni azt, hogy ha nem megyünk túl messzire, akkor nem lesz olyan meleg az időjárás, hanem inkább tavaszba fogunk repülni, nem pedig nyárba. Hogy ez mennyire igaz, mert ez az egyik legnagyobb félelmünk volt, hogy vajon milyen idő lesz itt a Kanári-szigeteken. Erről majd egy kicsit később fogok mesélni. A lényeg az, hogy hát most kiestek ezek a nagyon messzi területek, azért is, mert hogy 5,5 hónapos várandós vagyok, és nem szerettem volna a másfél éves kislányommal és várandósan ilyen nagyon hosszú utat megtenni, úgyhogy ezért is választottunk egy közelebbi helyszínt. És ezért a legolcsóbb, legközelebbi, legdélebbi európai helyszínek közül hát a Kanári-szigetekre esett a választás, azon belül is a legdélebbi szigetek Gran Canaria, amely ugye az Afrika partjaitól nagyon-nagyon közel van. Első lépések a Maspalomasi homokdűnéken. Nagyon jó a homok. Na? Igazából a dűnék inkább arra fele vannak, meg egy kicsit távolabb kezdődnek. Hát ez az egész, ez végül is már annak a része. Na gyere, megyünk, kimegyünk oda az óceánpartra, jó? És itt van nem messze egy világító torony is, amit szintén majd megnézünk. Tic-tac! Most még csak ismerkedünk a homokkal, de jövünk majd még, és akkor hozunk homokhozó vödröt, és akkor majd mi is homokozni fogunk. Úgy, mint ahogy már ők csinálják. Igen, ott annak a kisfiúnak megmutattad a bugyidat, a pelenkádat, láttam én. Hey, mindenki, ide nézzetek! Húha! Na jó itt! Jó itt!
Igen. Igen. Szállásunkról annyit, hogy ugye mi a Gloria Palace and Hotel San Agustinban szálltunk meg. Azért választottuk eredetileg ezt a szállást, mert hogy van ennek egy belső spa része, ami gyönyörű. És gondoltuk, hogy biztosra megyünk, mert hiába fűtöttek elvileg a kinti medencék, sokszor olvastuk azt, hogy ezek nincsenek eléggé felfűtve, vagy egyáltalán nem fűtik fel őket, hiába írják azt a bookingon, vagy a szállásnak a honlapján. És nem akartam azt, hogy ugye a pancsolás az kárba vészen, hiszen mi ezért jöttünk elsősorban ide. A baba imádja a vizet, mi imádjuk a vizet, és szerettünk volna napsütésben, ha nem is nyári, de mondjuk tavaszi melegben pancsolni és kihasználni a jó időt. Na most, hát az egyik nagy tanulság az, hogy sehol a bookingon és máshol nem írták azt, hogy a spa részlegét a hotelnek csak 15 éven felüliek használhatják. Úgyhogy ezt buktuk. Egyedül én olvastam, mikor már késő volt és lefoglaltuk a hotelt és ki is fizettük, a hotelnek a saját honlapján kisbetűvel ezt az információt, úgyhogy ez egy jó tanulság volt számunkra, hogy akkor választhatunk majd olyan szállodát is, ami esetleg sokkal több gyerekprogrammal van tele, sokkal több gyerekmedencével, és mondjuk nincs spa részlegen a boom, tök mindegy, mert ugye úgyse tudtuk most ezt kihasználni, de ettől függetlenül nagyon jó volt a medence, felfűtötték, tehát nem fáztunk benne, ha nem fújt a szél, akkor nagyon kellemes volt, volt, hogy le is égtünk, nyári meleg volt, úgy éreztük, hogy 30 fok van, és nagyon jókat tudtunk pancsolni. Lehetett volna több gyerekmedence, és lehetett volna nem ilyen mély a gyerekmedence, mert így most csak a lépcsőnél tudtuk a babát úsztatni. De ezt leszámítva elégedettek voltunk a hotellel, külön a bookingon foglaltuk, ugye a repülőjegyet is külön foglaltuk, és így tudtunk a legolcsóbban kijönni. Megyünk reggelizni. Jöjjön egy tíves, Abi. Négy.
már mentek? Jó. Ebédelni. Mehetünk? Oké. Ebéd után lesétáltunk ide a shopping centerbe, ami igazából egy ilyen 10 perc sétára van, és van itt minden, mi szemszájnak ingere. Itt van egy nagy spár is, fagyizó, gyógyszertár, játékok, tehát mindent lehet itt vásárolni, többszintes. És egyébként innen már nincs messze a part. Nagyon jól néz ki. Playa del Burras, így hívják ezt a beachet, ami igazából egy 10 perc sétányira van kb. A hoteltől. Innen látni ezt is. Igen, innen látni, de azért az jócskán messze van. Megyünk vacsorázni. Mehetünk? Gyerünk! Gyerünk! Futás! És utána tini diszkó. Nagyon jók vagyunk, mert időben 7 óra van, és 8-kor kezdődik a diszkó. Gyerünk! Elleszünk, elleszünk ott az étteremben egy 3 óra. Mehetünk táncizni? Tini diszkó? Vacsi és tini diszkó. Hát igen. Megyünk a Dizsibe. Ott meg még teniszeznek javában. Sütik.
Megyünk sétálni? Megyünk autókázni, és megnézzük Gran Canaria egyik legszebb tengerpartját többek között. Aztán, hogyha úgy alakul, akkor megnézzük Mogánt is, ami egy nagyon hangulatos város. Azt mondják, Gran Canaria Velencéje. És ha időnk engedi, akkor megnézzük a fővárost, Las Palmast is. Megyünk már? Oké, már indulni kell. Ez a mi autónk. Megy a babakocsihoz. Kisfiát. Jaj, ez nagyon cuki. Ez volt a legolcsóbb, amit tudunk bérelni. Mennyibe is került egy napra? 40 euróba. 40 euró. Jól néz ki. Hát, babaülést azt nem kaptunk. Kaptunk csak. Pont-pont-pont. Pont-pont-pont. Úgyhogy... És itt vannak. Na, beülünk. Ez Gran Canaria egyik leghíresebb tengerpartja, az Amadores Beach. Azért is híres, mert gyönyörű a part. Lehet látni, hogy ott vannak ilyen hullámtörők, és ezáltal ugye sokkal nyugodtabb itt a víz, a családosok számára sokkal kedvezőbb. Gondolom pénzbe kerül az, hogy napernyőt béreljünk. A parkolás viszont az ingyenes. Úgy tudjuk, hogy igen. Aztán majd kiderül. Meg is találtam az információt, hogy mennyi bekerül, hogyha napernyőt bérlünk, illetve mennyi bekerül, hogyha ágyat is hozzá. Vissza is megy a helyére. Ide akkor jöttünk ide le a partra, mert hogy most már így kezdett befelhősödni, úgyhogy tudtunk egy picit napozni, megnéztük a lábunkkal a vizet, tudtunk homokozni egy kicsit, és most, hogy így befelhősödött az idő, most útnak is kellünk, és megnézzük Mogánt, úgyhogy az a következő útcél.
megérkeztünk Lászpálmaszba, a fővárosba. Ott a parkoló, letettük a kocsit, és most megnézzük a főváros egyik legnagyobb látványosságát, a híres és gyönyörű szép katedrálisát. És az út közben egy kis érdekesség. Tudod-e például, hogy honnan ered a Kanári-szigeteknek a neve? Kanári-szigetek? Nekem sincs kicsim, mondjad, nem néztem még utána. Én is rosszul tudtam, és ez egy tévhit, hogy a Kanári-madárról. De nem, a Kanári-madár kapta a Kanári-szigetekről a nevét. Túl egyszerű lett volna, igen. És hát egy elmélet szerint a szigeten régen nagyon sok voltak a kutyák, vadkutyák, és azokról nevezték el. Vadkutyákat ott vannak kiállítva szobrakkal. Lehet, hogy pont ezek a vadkutyák, ezek ilyen különböző kutyák, nem tudom. Lehet, hogy csak így itt vannak, de lehet, hogy pont amiatt, mert ez a nevük, vagy innen kapta a sziget a nevét. És tehát fordítva a kanári madár kapta a kanári szigetekről a nevét. Aha, értem. Ez nagyon hasznos volt. A katedrálisban belépő az 6 euró volt per felnőtt, gyerekeknek azt hiszem 12 év alatt ingyenes, ha jól láttam. Meglepetés, hogy nem tudtuk, fel lehet jönni ide a második emeletre, méghozzá a katedrális legtetejére, és gyönyörű kilátás nyílik egész Lászpálmászra. Igen, és Bellácska is nagyon élvezi. Táncolj! Igen, neki is tetszik. Katedrálison belül pedig be lehet jönni egy ilyen kis belső kertecskébe, ami nagyon hangulatos, igazi kis spanyol az egész. És van itt egy múzeum is, ahova szintén be lehet menni. Okay.
Bella, gyere! Csücs! Gyere! Bella! Bella! Indulunk vissza a hotelbe! Futás, 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 futás! Gyere, 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 gyere! De természetesen Gran Canárián még rengeteg a látnivaló. Most puskázok, mert hogy felírtam a legfontosabbakat. Ezeket mi nem néztük meg, mert nem fér bele az időnkbe, vagy babával nem volt, lett volna annyira kényelmes, valamint nem tartottuk annyira izgalmasnak, legalábbis a mi számunkra nem volt az. Az egyik az a Palmitos Park, ez egy állatkert. Nagyon gondolkodtunk rajta, de Bella még nem élvezte volna szerintem. Azt írták kritikának, hogy kicsi, nem túl nagy az állatkert, és a leglátványosabb része az a delfin show. Lehet azt hiszem fotózkodni is a delfinekkel, a belépő pedig 34 euró per fő felnőtteknek. Hogyha online vásároltok jegyet, akkor 32 euró, ha jól tudom. A másik látnivaló a szigeten, az nem más, mint az akvapark, de láttunk vidám parkot is, ez sem való még számunkra a pici miatt. Illetve aki szeretne kirándulásokat tenni a sziget közepe felé, az megteheti, két gyönyörű helyszín is van. Na, ezen tényleg nagyon elgondolkodtam, hogy elmenjünk-e, csak nem tudom, hogy mennyire túrázós ott a helyszín. Babakocsival tuti szerintem nem tudtunk volna ott boldogulni. Az egyik az Barranco de Galledec, és a másik pedig a legmagasabb pontja a szigetnek, a Pico de las Nieves. Remélem, hogy jól ejtem spanyolul. Úgyhogy tényleg gondolkodtunk azon, hogy meg kéne nézni, de nem vállaltuk most ezt a kockázatot. Inkább maradtunk kényelmesen a szállodánkban, és csak ezt a néhány programot néztük meg. Vagyunk a Burres strandon, lesétáltunk itt délután, délelőtt tök jó idő volt, és strandoltunk, illetve napoztunk, medencéztünk egyet a hotelben. Most viszont nagyon befelhősödött az ég, el kell egy kis hosszújú, vagy egy kis farmer jacket. De nagyon sokan mégis fürdenek az óceánban, méghozzá gyerekek is, nem kevesen. Nagyon sokaknak egyébként az óceánnak a hőmérséklete tök jó. Lehetséges, hogy ők nagyrészt svédek, Svédországból jöttek. Nagyon sok svéd van itt egyébként. Össze is barátkoztunk itt egy svéd családdal, és ők mondták azt, hogy nekik ez a hőmérséklet meg se kottyan, hiszen náluk sokkal hidegebb a víz, és hidegebb vízben fürdenek. Úgyhogy akik ide járnak a Kanári-szigetekre, azoknak lehet, hogy ez a hőmérséklet tökéletes. Visszatérve arra, hogy mennyi itt a svéd étterem, svéd orvosi rendelő, svéd zászló. Tehát, hogy én ezt nem tudtam és meglepődtem, hogy tényleg nagyon sok mindenhol ki vannak rakva ezek a svéd jelzések. Svéd étterem is még sorolhatnám. A 60-as évektől kezdve járnak ide, kedvenc nyaralóhelyük az egyik kedvenc nyaralóhelyük a Kanári-szigetek, és nagyon sokan vásárolnak itt apartmant, házat maguknak, úgyhogy hát igen, nekik így lehet, hogy tényleg ez egy ilyen nagyon kellemes hőmérséklet. Én a 30 fokhoz vagyok hozzászokva, és bizony nekünk nagyon hideg ez az óceán, úgyhogy mi csak ilyen lábáztatásra használjuk, de legalább ott a medence. Bella, Bella, akarsz menni a vízbe? Igen! Így ruhástól? Így? Szeres, te bőrös tudj beugrani? Egy hasast? Hát de nem lehet. Nem tudsz úszni. Most mi lesz? És hideg a víz. De nézzük meg. És ruha van rajtad. Igen. Meg még egy csomó minden. De hát ez nem számít. Na jó.
Hát akkor anyu inkább leheveredik oda. Az a nekem való várandós hely. Nekünk nagyon tetszett Gran Canaria, nagyon örülök, hogy igazából sikerült ide eljutnunk, és kielveztük a napsütést, és fel tudtunk töltődni. Várandósoknak és kisbabásoknak, családosoknak tökéletes helyszín. Ami nagyon-nagyon tetszett tényleg az, hogy ragyogóan süt a nap, tök jó volt feltöltődni. Imádom a növényzetet, a kaktuszokat, ezt a különleges növény- és állatvilágot, azt, hogy papagájok repdesnek itt szabadon, úgy, mint nálunk a galambok, a tenger, hogyha nem is tudunk benne úszni, óceán, bocsánat, mert hogy annyira hideg az Atlanti-óceán, de lábat tapicskolni jó, de vannak, akik meg simán belementek, és úsztak egy nagyot, tehát ez egyén függő szerintem. Minden esetre sétálni az óceán parton, homokozni a babával nagyon-nagyon kellemes volt. Mi az, ami még tetszett? Hát még lehetne sorolni, ugye sok mindent, hogyha mi bejártuk volna az egész szigetet, erre nem volt lehetőségünk, de Puerto de Mogán az nagyon-nagyon tetszett nekünk, a világító torony is, a fővárosban a katedrális, az óriási hullámok, a fekete homok, a sárga homok, a szinte fehér homok, így a különböző tengerpartokon. Nagyon-nagyon holdbéli, különleges ez az egész táj. A Kanári-szigetek, nem csak Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote és a többi sziget is, úgyhogy érdemes ezeket bejárni, ezekre ellátogatni, hogyha megtehetitek. Télen is, nyáron meg szerintem főképp jó idő van itt, úgyhogy tökéletes helyszín lehet családosoknak, én tudom nektek ajánlani. Remélem, hogy tudtam segíteni. Ha tetszett a videó, akkor kövessetek továbbra is az Anslitet, valamint a Facebook oldalt, és jó nyaralás nektek! Sziasztok!